Visszatért a bűncselekmény helyszínére, működik a gyármentő program, halálos lakóháztűz Turkevén, stúdiónk vendége volt Veres Zoltán plébános. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 7-én 18 óra 5 perckor. A jársági nyomozók épp az előző napi kerékpárlopás felderítésén dolgoztak, amikor tetten érték a feltételezett elkövetőt, amint egy másik biciklit próbált a láncaitól megszabadítani. Egy jászapáti lakos tett bejelentést a helyi rendőrőrsre, mert valaki eltulajdonította az autóbuszállomásnál lévő kerékpártárolóból a lezárt két kerekűjét. A rendőrök azonnal lefoglalták a rendelkezésre álló kamerafelvételeket. Az egyenruhások a bűncselekmény helyszínén másnap is folytatták az adatgyűjtést és tanúkihallgatást, amikor tetten értek egy jászapáti lakost, aki épp egy kerékpár biztonsági láncának levágásával foglalatoskodott. Időközben a kamerafelvételeket is kiértékelték, amiből a nyomozók megállapították, hogy a felvételen szereplő és a tetten ért kerékpártolvaj ugyanaz. Az 58 éves férfit előállították a jászapáti rendőrösre, ahol két rendbeli lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A kutatás alkalmával a korábban eltulajdonított két kerekűt is megtalálták a rendőrök, amit visszaadtak a tulajdonosnak. Eddig 25 cég kapta meg a támogatási oklevelet, összesen 27,5 milliárd forint értékben az energiahatékonyságot növelő beruházásokat előmozdító gyármentő program keretében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Gyármentő programot azért indította el a kormány az ukrajnai háború kitörését követően, hogy a hazai vállalatok erősíteni tudják függetlenségüket a nemzetközi energiapiacok teljesen kiszámíthatatlan kilengéseitől, és így meg tudják őrizni a munkahelyeket, fent tudják tartani a gazdasági teljesítményüket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, a program keretében 120 milliárd forintot biztosítanak 140 kedvezményezett vállalat energiahatékonysági és megújuló energia beruházásaihoz, hogy ezzel megteremthessék a biztonságos működés feltételeit, ennek nyomán pedig mintegy 300 milliárd forintnyi fejlesztés jöhet létre. Eddig 25 cég kapta meg a támogatási oklevelet összesen 27,5 milliárd forint értékben. Ebből 61 milliárd forintnyi beruházás jön létre, és ennek köszönhetően több mint 12 ezer munkahely válik betonbiztossá. A projektek várhatóan 12.471 megawattórával csökkentik az energiafelhasználást. Elsősorban technológiaváltás mellett kötelezték el magukat a vállalatok, sok esetben a gyár épületek hőtechnikai korszerűsítését tűzték ki célként, valamint a megújuló energia termelésére, használatára vonatkozó fejlesztéseket hajtanak végre, itt is leginkább a napelemes rendszerek telepítésével, mondta a miniszter. A miniszter kiemelte, 24 magyar és egy olasz cég kap támogatást, ágazatok szintjén pedig a fém és az élelmiszeripar emelhető ki. Arra is kitért, hogy a pályázatok nem a tipikus területi eloszlást mutatják. A legtöbb ugyanis Jász-Nagykun Szolnokvár megyéből, majd Bács-Kiskunból, Hevesből és Veszprémből érkezett be. A miniszter az utóbbi évek nehézségeit is érintette, mondván, hogy rövid időn belül kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság. Az utóbbi 5 évtized legsúlyosabb válsága alakult ki a koronavírus járvány és az ukrajnai háború nyomán. Ezen helyzetet szavai szerint ráadásul az Európai Unió szankciós politikája is súlyosbította, amely jelentősen rontotta a kontinens vállalatainak versenyképességét, ugyanakkor Magyarország minden egyes krízisből megerősödve került ki, ami a speciális magyar válaszintézkedéseknek, a nemzeti érdek képviseletének volt köszönhető. Turkevén az Ecsegi utcában egy földszintes lakóépületben keletkezett tűz. A tűzeset következtében egy ember meghalt. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik.
Turkevén az Ecsegi utcában egy földszintes lakó épületben keletkezett tűz. Az esethez a mezőtúri hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók vonultak. Kigyulladt egy megközelítőleg 60 négyzetméter alapterületű családi ház Turkevén az Ecsegi utcában. Az épületnek két helyisége égett, köztük berendezési tárgyak, bútorok. Az esethez a mezőtúri hivatásos, valamint a turkevei önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral avatkoztak be és megfékezték a lángokat. A tűzoltók az épületből 3 darab gázpalackot, valamint egy turista gázpalackot hoztak ki. Az esetről a Jászlóskonszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság is tájékoztatta televíziunkat. Az illetékesek megerősítették, hogy az épületben egy ember találtak. A mezőtúri tűzoltók légzőkészülékben hőkamerával átvizsgálták a házat. Az egységek kivittek 3 háztartási méretű gázpalackot az épületből, majd átszellőztették azt. A helyszínre a társhatóságok és a mentők is kérkeztek, számolt be az igazgatóság. Stúdiónk vendége volt Veres Zoltán plébános, akivel a kezdetekről, a tanulmányairól, a hivatásáról, az eddigi életútjáról, a városunkban megkezdett szolgálat teljesítéséről, valamint a jövőbeli terveiről is beszélgettünk. Mai vendégünk Veres Zoltán plébános. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit, különösképpen a katolikus híveket, de minden keresztény és nem keresztény karcagi lakost is. Augusztus 1-től kezdte meg a szolgálat teljesítést városunkban. Elsőként beszéljünk arról, hogy mit lehet tudni önről, hol született, hol végezte a tanulmányait. Hát innét elég messze, Székelyudvarhelyen születtem, 50 évvel ezelőtt, és hát igazából a szüleim a szomszéd településekről származnak, Székely-Varságról, igazából mind a két szülőm, és hát én is gyerekkoromat ott éltem legtöbbet, de Székely-Udvarhelyen jártam iskolában egészen 10. osztályig, és utána 17 éves koromban, 90 márciusában felültem a vonatra, és elhagytam családomat, hazámat, és Magyarországra költöztem, és akkor Magyarországon Egerbe telepettem le, ott dolgoztam, Ferences templom sekrestyése is, én mindenese voltam. Közben 2 év alatt leérettségiztem, ilyen dolgozói gimnáziumban, és utána jelentkeztem a Ferences szerzetesrendbe. 1 évet Budapesten a Margit körúton voltam jelölt a Ferenceseknél, utána pedig Széchenyben a noviciátus, tehát a lelki gyakorlatos elvonulós évet csináltam meg. Barsi Balázs atyával, eléggé neves író meg szólnok Magyarországon. És akkor utána a Széchenyi után úgy döntöttem, hogy mégsem a Ferences szeretesség, ami nekem a legjobban megfelel, illetve nem erre éreztem utána már hivatást, de a papság hivatás az mindig egyértelmű volt számomra. És akkor Egerbe mentem vissza, és Egerben folytattam a másodéven a teológiát, és 1999-ben, június 19-én még seregi érsek atya szentelt pappá. Ahogyan említette, azt mondta, hogy egyetemű volt, hogy ezt a hivatást választja. De miért? Jó, hát ez nem kezdetektől, már úgy értem, a 16 éves korom környékén jött először ez a gondolat. Én gyerekkoromtól kezdve jártam ministrálni, helyi énekkarba, mármint az egyházi énekkarba énekeltem, ifjúsági tanára jártam. De mellette egyébként, ami a legjobban érdekelt, az a sport. Tehát én ugye versenyszerűen sportoltam akkor, ökölvívásban, 48 kilóban, nagyon, vagy 5 évig gyakorlatilag egész Románia területén ifjúsági szinten versenyeztem. És hogy nagyon érdekel, igazából, mert ilyenkor mi akar az ember olimpiai bajnok, vagy világbajnok, igen. És úgy azt hittem, hogy nekem az a jövő. Aztán igazából közben, míg ugye jártam a templomba, a közösségekbe, hogy ez a kettő ugye egymást úgy kicsit kioltotta olyan értelemben, hogy azt éreztem, hogy igen, oké, a bogzsák az nagyon jó, meg az edzés, meg az emberi oldala, de több
többre van az ember hivatott, úgy éreztem. És akkor egy idő után azt mondtam, hogy inkább abba az rendben kéne gondolkodni, hogy tényleg nem az, hogy én mit akarom, hanem Jóisten mit akarhat tőlem. Hol tudnék valami többet tenni, mint azt, hogy most én leszek világbajnok, tegyen fel. És akkor utána mi van? Szóval úgy azt éreztem, hogy az nem leszek azzal beljebb. És akkor kezdtem el gondolkodni, ez 16 éves fejjel nyilván. És akkor ott Gyulafehérváron, Erdélyben, akkor felvételiztem egy ilyen kis szeminárium, ilyen előszemináriumban, de akkor még a Ceausescu rendszerben nagyon szigorú feltételek voltak, és akkor nem sikerült. És akkor egy kicsit el is ment a kedvem, úgyhogy egy évet úgy kihagytam, és akkor közben jött a forradalom, és a forradalom után akkor úgy volt egy ilyen, ilyen természetes elvándorlás, mindenki ugye lázadt a rendszer ellen, hogy azt hittük, hogy nagy változás lesz, és hát igazából azt láttuk, hogy nem lett változás, tehát igazából a forradalom az nem is volt forradalom, és akkor nagyon sokan eljöttünk, és akkor én is úgy két barátommal tényleg egyszerűen felültünk a vonatra, nem is szóltunk a családnak, szóval elég kegyetlenül elindultunk, és akkor Békés Csabán menekülttábor, szóval politikai menekült státusz kaptunk, és akkor utána Egerbe telepettünk le. Szóval és akkor volt egy ilyen átmeneti időszak az életemben, amikor tényleg kerestem magamat, hogy előtte ugye próbálkoztam, úgy éreztem, hogy van egy meghívásom, de aztán mégis kicsit csalódtam is ebben, hogy hát mégse kellek én Jóistennek, mert nem sikerült a felvételi. Szóval egy ilyen keresésben voltam, és akkor érdekes módon, hogy Egerben oda kerültem, először egy építőipari vállalatnál dolgoztam segédmunkásként. És hát igazából másfél nap után el kellett jönnöm onnét, mert nem bírtam elviselni azt a közeget. És akkor egyszer tényleg hogy azt mondanám, hogy gondviselésszerűen valaki súgott, hogy van egy ferences templom, ahol most keresnek egy állást. Nyilván fillérek fizetésért, de én rögtön rácsaptam, és onnétől kezdve azt csináltam, és beiratkoztam a suliba. És ott volt egy pillanat, amikor egy olyan Isten élményem volt, tényleg egy ilyen ünnepi alkalommal, amikor azt éreztem, hogy na igen, innét már nincs tovább. Megérkezett. És ez a Jónás világ, hogy is van, hogy nincs mód nem menni, ahova te küldtél, most ez a verső jut eszembe, hogy apja fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Szóval ez úgy bennem van azóta is, hogy meghívott az Isten, menni kell, nincs mese. Tehát az akkor egyértelmű, onnétól kezdve az, hogy én papi hivatással bírok, nem volt kérdés onnétól kezdve. Az már másképp, hogy akkor úgy gondoltam, hogy ott éltem a ferences templom környékén, ugye a szeretesség az való Szent Ferenc, ugye mindig az ember az egy megható, akkor az úgy elvitt magával, meg egyébként a gyerekkoromban is, akinél egy idős atya, akinél kezdtem a minisztrálást, annak létatya az egy ferences atya volt, annak az élménye és az ő emléke is nyilván sugallta azt, hogy abba az irányba menjek el. De nem bántam meg, mert azon két csodálatos év volt az életemben, és rengeteget fejlődtem lelkileg, főleg a noviciátus, a lelki gyakorlatos év Széchenyben az nagyon-nagyon intenzív volt, és az ma is azokból a dolgokból élek egyébként. Szóval mindenképpen nem volt kidobott idő, csak aztán nyilván úgy átbeszéltük akkor az atyával, és úgy döntöttem, hogy akkor Egerbe megyek, és akkor ott folytattam a szemináriumot, és ott már hogy jött magával a dolog, hogy a papságra való készület, teológia, filozófia, és akkor úgy szépen ment a dolog, úgyhogy nem volt sose kérdés számomra az, hogy onnétok kezdve, hogy én pap akarok lenni. És azóta sosem merült fel a kérdésként, ez egyértelmű. Elvégezte a tanulmányait, és hol kezdett el? Hát érdekes módon kezdődött a történet, mert június 19-én felszenteltek, utána volt az új misém Székelyudvarhelyen, aztán rövid kis szünet után már augusztus 1-ére megkaptam a dispozíciót, a papírt, hogy a Jász árokszállási plébányára megyek, második a segédlelkésznek, káplának, tehát hogy két káplán volt akkor. Hát ugye ügyesen előre volt egy kis polszki fiát, akkor meg összepakoltunk, akkor utána aztán bekaptuk az egyházmegyei autót, és akkor szinte az elsőként kaptam meg az egyházmegyei kis tudókit, bepakoltunk, nem volt sok cuccom, beköltöztem augusztus 1 előtt egy nappal, hogy azért minden készen legyen. De hogy polcon állt könyvek, minden szépen, és akkor vasárnap kezdődött a mise, és akkor bejelentkeztem, hogy én vagyok az új pap, új káplán, elmondtam a terveimet, és akkor másnap jött a telefon, hogy bocsánat, de vissza mi atyánk. Egy kollégánt valaki elhagyta a helyét, és igazából be kéne tölteni, és akkor
Ózra kéne menni azonnal. Szóval gyakorlatilag két hétig voltam jászárokszállási káplán, a következő héten elköszöntem. Szóval én izgalmasan indult a papírpályám, úgyhogy költözéssel, pakolással. Aztán utána sárta egyébként, mert Ózdon voltam utána egy évet. Aztán egy év után én kértem el magam, mert nem igazán jöttem ki a főnököm, hát ezt el kell ismerni, van ilyen, hogy az ember nem mindig tud egy hullámoszon lenni valakivel, és azt mondom, hogy én vagyok a fiatal, hát én kérem, és akkor elhelyeztek. De ott is volt, hogy három kanyar, mire vége megjött, először jött, hogy szerencs, ó nem, aztán jött egy másik levél, nem mezőkövesd, de nem, nem másik mezőkövesd. Szóval mégis mezőkövesd második plébániára, Jézus szívi plébániára kerültem, ott voltam egy évet, aztán ott egy év után mezőkövesdről megint egy év után elhelyeztek Jászberénybe. Na ott már voltam két évet, úgyhogy Jászberénybe csodálatos két évet éltem, az tényleg azt mondom, hogy a akkori fiatal életemben egyik legmeghatározóbb volt, mert ott tényleg az egy, hát ugye talán egy kicsivel nagyobb, mint Karcag Jászberén, de nem nagy város, egyébként az többsége katolikus egyébként, és katolikus iskola, szóval ott lehetett tényleg nagyon sok fiatal volt, szóval azt nagyon-nagyon élveztem, és akkor két év után annét is tovább kellett menni, és akkor Sátoraljóhelyre kerültem káplának, a egyházmegyének a két sarkát járgattam körbe. Lassan most már minden részén voltam, hogyha belegondolok, hogy az egyházmegyének északon, délen, most már délen vagyok. Szóval így alakult, és egy évet voltam Sátoraljóhelyen, és akkor jött az érsek úrnak a megkeresés, amíg a seregi érsek úrnak, hogy akkor plébános leszel felső vadászon. Felső vadász, és hozzátartozik még 20 település, tehát konkrétan 21 településnek a plébánosává nevezett ki akkor. És akkor azt mondja, hát ez nagyon nehéz terep, ez 5 év, tovább nem maradhatsz, mert különben ezt nem lehet bírni. És ahhoz képest 19 évet húztam le ezen a területen. Annyi szépség, vagy annyi különbsége, vagy annyit meg kell hozzá kell tenni ebben az egészben, hogy felsővadászra neveztek ki, 8 évet laktam ott konkrétan, és közben az egyik legnagyobb település, ahol viszonylag tényleg nagyobb közösség volt, Homorok település, ott volt egy egyházközség, aminek nem volt saját templom, hanem a görög katolikus templomba jártunk, és akkor úgy igény volt rá, hogy ott legyen önálló templom, és akkor elkezdtem gondolkodni, és az legyen egy ilyen központi plébániának, templomnak a tervét találtam ki, és akkor építettem ott Homorok településen egy modern templomot, közösségi házzal és plébániával. És akkor oda költöztem le 8 év után, és ott éltem most így 11 évet. Abban, magyarul 19 évet ugyanabban a lelkipásztori egységben dolgoztam, csak ugye megosztva az alakás szempontjából, hogy már a költözés oda lekerültem Homrokra, ott laktam a utóbbi 11 évet gyakorlatilag. És hogyan fogadta a Karcagra kerülésének a hírét? Mert nyilván itt is azért a térségi településeken is teljesít majd szolgálatot. Hát ez érdekes volt, mert már évek óta és akkor mondja, hogy már most már tényleg... Igen, 19 év azért hosszú igen, idő igen, egy hosszú helyen. Igen, hosszú idő, és egy helyen, és a vidéken, és sok, sok kis apró faluval. Tehát ugye azért ez nehéz terep abból a szempontból. Nem, lehet, hogy nem volt annyi sok munkám, mint mondjuk itt Karcagon, most látom, még nem nagyon kapok levegőt, de hogy az, hogy az szétforgásolt az embernek igen. Az erejét, az a sok település, mindenki, és azért nyilván azért 19 év az hosszú idő valóban, és akkor, hogyha már rég emlegette, aztán minden évben rákérdeztem, hogy na, és akkor most, hát most nem akarok. Tehát mindig hallogatod, és akkor is most, hát azt el szabad mondani, egy érdekes szituáció, hogy a Rómába ment a futballozni, a futszál csapatunkkal, a katolikus papok átadjával, amikor a reptéren összevoltunk érsekúrral, és akkor, hát minden jó egy ilyen találkozás, ugye megbeszéltük, hogy akkor mit szólnék Karcaghoz, hát nem terveztem. Tehát ismert a Karcagot egyébként? Hallott Karcagról? Igazából annyiból igen, hogy a Zsolt atya, az ugye arról a vidékről származik, és ugye járt haza. Hiszen a Homorok település, ahol laktam, az a szomszéd falu, a Zsolt atya született. Tehát Homorokban is vannak rokonaim, Homorokban is járt haza a Zsolt atya, úgyhogy igazából egyik nagynénjét jártam gyóntatni, áldoztatni a Zsolt atyának. Tehát igazából én ismertem így, igen. De
életemben egyszer volt, amikor mi sokan jöttünk Berekfürdőre táborozni, és akkor benéztünk a Zsolt atyához egy 10 évvel ezelőtt, vagy több 8 évvel. Tehát igazából nekem úgy nem volt képben, meg hát fogalmam sem volt, hogy mi van Karcagon ilyen értelemben, tehát a településen, csak tudtam, hogy Zsolt atya itt van, néha azért akkor mondta, hogy mennyi sok minden van, meg hogy jól érzi itt magát. Úgyhogy nekem is rögtön is az utazásakornak mondtam, de mondom, Zsolt atya, ott ilyen jól érzi magát, mondom, hogy hát mindegy, most már vártás lesz, kész, ennyi. Eljött az ember, idő, kész, hát most ilyenkor az ember, mondhatunk nemet, de nem érdemes. Tehát szóval, hogy igazából úgy volt vele, hogy mindenkinek, tehát szóval az nem lennék az érsek atya helyébe. Mert nyilvánvaló vagyunk sok pap, igen, van sok település, mindenkinek megvan a saját elgondolása, van, aki szeretne menni, valaki szeretne maradni, na most hol tegyen igazság, az ugye mindenkinek meg kell oldani, vagy néha vannak ugye nyugdíjazások, lesz, betegségek, ugye ott ugye Encsen is ugye ott megbetegedett az atya, be kellett tölteni, mert nagy település. Szóval nehéz kérdés, ez igazából ezért az ember inkább engedelmességből elfogadja, nem a mi felelősségünk. Neked csak a Jóisten akarata. Jóisten akarata fog ez érvényesülni. Úgyhogy végülis számítottam rá, hogy kapok helyezést, végülis ezt már évek óta készülök rá, de az, hogy Karcag az abszolút nem volt az eszemben, de bizakodásra jöttem. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és stúdiónk vendége volt, és várjuk vissza szeretettel, mindig egy-egy újabb interjúra, és nagyon jó munkát kívánok önnek, és érezze jól magát városunkban. Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy még akkor találkozunk. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!